Tamásiban kézműves foglalkozással indult advent első vasárnapjának programsorozata a művelődési házban, ahol a legkisebbek és lelkes kísérőik különféle ünnepi díszeket készíthettek. Most már 5 éve hagyomány az Tamásiban, a művelődési központ előtti rendezvénytéren, hogy advent vasárnapokon, illetve advent utolsó hétvégéjén, péntek, szombat, vasárnap is különböző programokkal, eseményekkel, kézműves kirakodóvásárral, étellel, itallal várjuk az itt élőket, illetve a környékben élőket is. Akkor vezettük be azt a formát, hogy délutánonként bent a művelődési központban van valamilyen program, vagy több program is, mint például advent első vasárnapján a Mézes Kalács közösségnek a Mézes Kalács város felépítése, illetve minden vasárnap kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket egyaránt. Ezek a bent zajló programok, kint a téren pedig délután 2-kor nyit az adventi kézműves vásár. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy kézműves, tehát hogy itt azok az árusok mutatják be és árusítják a portékájukat, akik saját maguk készítik ezeket. Legyenek azok helyi termékek, ételek, vagy olyan kézműves termékek, akár textilből, akár agyagból, bármilyen termék, amit valóban ők, mint alkotók készítenek el. Forró tea, forrad, bor, kürtös kalács. Ezek olyan elemei az adventi vásároknak, melyek illatukkal, ízükkel az ünnepre hangolnak minket. Emellé természetesen színpadi programok is várták a térre látogatókat. Hagyományszerűen 5 órakor kezdődött az ünnepi műsor a felállított színpadon. Rendezvénytéren egy helyi amatőr művészeti csoport mutatja be a adventre elkészített műsorát, produkcióját. Az első advent vasárnapon a Szent Cecília Katolikus Zenekar. Igyekeztünk mi szervezők úgy összeállítani az amatőr fellépőket, hogy az adott vasárnap tematikájához illő legyen. Tehát mivel ugye első advent vasárnapján a hit gyertyáját gyújtjuk meg az adventi koszorún, így aztán ezért esett a választás a Szent Cecília Katolikus Zenekarra. Az előző évek hagyományához híven idén is az intézmény előtt került felállításra a város óriás adventi koszorúja. Mielőtt felgyújt volna az első gyertya fénye, mely a keresztény vallásban a hitet szimbolizálja, ökumenikus áldást mondott az evangélikus egyház lelkésze és a katolikus egyház plébánosa. Tudom, hogy az idők során sok minden jelképet rápakoltak, hitremény, szeretet, meg jóság, meg egyebeket, amit ugye a különböző gyertyákhoz hozzá párosítottak. Igazából a legfontosabb üzenete az, hogy figyeljünk arra a kis, szinte észrevehetetlen fényre, ami jelzi Jézus eljövetelét, visszatekintve a múltba, és előre tekintve a jövőbe is. Hiszen karácsony ünnepe az mind a kettőt hirdeti nekünk, hogy már köztünk volt Jézus, és hogy visszatér hozzánk. És mint annak idején Napkelet bölcsei is csupán egy pici kis fényt követtek, egy csillagot, hogy nekünk is mindenképpen jó, hogyha észrevesszük azt a pici, nem igazán feltűnő, nem igazán látványos fényjelet, amit egy adventi gyertyának a lángja hirdet nekünk. Én azt hiszem, ez a legfontosabb üzenet. A település polgármestere elmondta, hogy az elkövetkezendő 3 hétvégéi színes programokat tartogat majd az ünnepre való hangolódás jegyében. Közel egy évtizedes hagyomány Tamásiban, a város főterén, a Turmezei téren, az itt élőkkel, az érdeklődőkkel együtt várjuk a karácsonyt. Minden adventi vasárnapon egy kis összejövetellel, műsorral készülünk azoknak, akik szívesen eljönnek így vasárnap délután este. A programok mellett kézműves vásárt is tartunk. Azt gondolom, hogy ezek a programok nagyon népszerűek, és nagyon sokan eljönnek, és ami örömteli, hogy nagyon sok gyereket, nagyon sok fiatalt látok itt a Turmezei téren. Nyilván a karácsony az egy
egy belsőséges, családi, keresztény vallásos ünnep, de fontos, hogy település szinten, hogy város szinten is meg tudjuk élni ezt. A színpadi műsorok sorát Tolvaj Renáta műsorra zárta, akikre sokan kíváncsiak voltak. Hoztam karácsonyi dalt is, illetve saját dalokat, és olyan dalokat, amik így jó kedvre derítik az embert, meg hát egy kicsit nosztalgiát is raktam bele, ilyen nagyon régi dalokat, Karádi Katalin, meg amiket a Megasztárba énekeltem, szóval próbáltam egy ilyen csokrot csinálni több dalból, amik így kedvesek hozzám. Imádom az egész karácsonyi hangulatot, én már november végén elkezdek beszerezni dolgokat. Nem ajándékokra mondom, hanem ilyen díszítő elemeket otthonra, én ezt nagyon-nagyon élvezem, a kreatív részét. Meghitt fények, baráti beszélgetések és jó hangulat jellemezte az advent első vasárnapját Tamásiban.